Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban, ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. A kivetésnél az első kártyáknak mindig van egy fontos jelentése. Így a havi kirakásnál utal gyakran a havi témákra. Az első kártyán látható ez a virágcsokor. Természetesen utalhat kerti munkára, virágokra is, de ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése, és utal a szépségre. Vagy változik valami a külsődön, vagy megszépítesz valamit az otthonodban. Amire ez a kártya még utal, ez egy kellemes meglepetés, egy ajándék, vagy egy meghívás. Ott van mellette ez a gyűrű, ez jelenthet kapcsolatokat. Az is előfordulhat, hogy lesz egy eljegyzés, vagy tervezitek a házasságot. Persze az is lehet, hogy lesz egy meghívás egy esküvőre. Mi hölgyek a második sorban vagyunk, és felettünk van a lilium, utal a gondolatokra. A lilium utal az ártatlanságra, vagy arra, hogy kell valamit tisztázni. Ott vannak a madarak mellette, és az beszélgetésekre utal. Miről van szó? Ez egy szívügy, hiszen ott van a szív a közelben. Ha megtekintjük ezt a hölgyet, akkor látható, hogy előtte ott vannak a gólyák és az utak. A gólyák utalnak változásokra, gyakran költözködésre. Az utaknál szintén változásokról van szó. Vagy befolyásolja a sorsunkat, hiszen sors utak kereszteződnek, vagy elérkeztünk a sors utunkon ehhez a kereszteződéshez, ahol elgondolkozunk azon, hogyan tovább. Előre vagy hátra, balra vagy jobbra, de minden esetre úgy lesz, hogy itt lesznek változások, és mi hölgyek ebbe az irányba tekintünk. Ami hátunk mögött van, ez a torony, utalhat hivatalos dolgokra, egy bírósági ügyre, de korlátozásokra is. Mi ezt most hátunk mögött hagytuk, ez utalhat a múltra, vagy olyan dolgokra, amire most nem akarunk odafigyelni. A férfi alul látható, alul bal oldalon. Megvan egy kötődés a férfi és a nő között, ami összeköt így bennünket, az a nap. Ez utal a mi kisugárzásunkra, megvan ez a vonzalom, azon kívül a nap jelenti azt, hogy kiderül az igazság. Itt párkapcsolatról van szó, és családi ügyekről, hiszen a ház nem csak az otthonunkra utal, hanem a családra, a rokonokra is. Minden jól alakul, hiszen ott van ez a négy levelű lóhere, és az segít abban, hogy sikerek legyenek. Mellette van a kulcs, és az arra utal, légy magabiztos. Azon kívül vedd kezedbe ezt a kulcsot, és használd. Ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót. Ezek lehetőségek. Itt ennél a kivetésnél jó dolgokra utal, ami a párkapcsolatot illeti és az otthont, viszont ott van a háttérben ez a kígyó. És ez a kígyó utal egy nőre. Ott van felette ez a korbács. Utal a nő gondolataira, és ezzel a korbáccsal korbácsolni lehet, és az fáj. Itt vagy vannak fájdalmas emlékek, vagy ez a nő meg akar sérteni téged, és őt is. Ilyen esetben szintén kezedbe veheted a kulcsot, és lezárod ezt a kaput.
vagy lezárhatod ezeket a fájdalmas emlékeket, vagy befejezed a kapcsolatot ezzel a nővel. Ez a férfi szintén ebbe az irányba tekint. Neki is vannak itt nehézségei ezzel a kígyóval. Ki ez a kígyó? Ez lehet az anyukája, hiszen ott van előtte a hold, és a hold szimbolizálja az érzelmeket, de az anyukáját is. Vagy lehet egy kolléga nő is, hiszen a kígyó mellett ott van ez a horgony, és ez utal a munkahelyi témákra. Itt minden még olyan bizonytalan számára, és átláthatatlan, hiszen erre utal ez a felhő. És most megtekintjük a kártyakombinációt felül jobb oldalon. Ott van ez a ravasz róka. Az utalhat arra, hogy nem hiszel abban, hogy ő hűséges hozzád, hiszen a kutya a hűséget szimbolizálja. Ha így gondolod, és ezen töprengsz, akkor búcsúzz el ezektől a gondolatoktól. Mert nincs itt hamisság a részéről, és ahogy látható, közeledik hozzád, megvan a szerencse, és a napsugár, ami összeköt benneteket, az utal a valóságra. Tehát ő kimondja az igazat. De visszatérve a ravasz rókára, ha téged ez foglalkoztat a gondolataidban, akkor változtass ezen valamit. Ott vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent, és akkor nincs ott semmi. Tehát ezeket a hamisságokat vagy furcsa gondolatokat az egerek eltávolítják. Nem csak az egerek segítenek ebben, hanem ez a koporsó is, hiszen lezárja ezt. A kutya nem csak a hűséget jelenti, hanem a barátságokat is. Itt óvatosnak kell lenni, hiszen itt vannak hamis barátok, de, mint mondtam, az egerek eltávolítják ezt, és ez a koporsó segít ebben. Holott a koporsó jelenthet régi barátságokat is, hogy valaki visszatér a múltból. De itt vannak nehézségek, nem csak a ravasz róka mutatja ezt, hanem ez a hegy a problémákat. De itt lesz egy új kezdet, erre utal ez a kislány. De ennél a kislánynál gyermekekről is szó van, és ott van a könyv mellette, tehát tanulásról van szó. Itt vannak még nehézségek, ami az iskolai ügyeket illeti, de a hamisság is látható a háttérben. Amit még ez a könyv jelenthet, hogy ez minden még olyan titokzatos. És most megtekintjük a kártyakombinációt lent, jobb oldalon. Ez a park utalhat a természetre, vagy egy parkra, de jelenti a nyilvánosságot is. Ott van felette a csillagkép, ami szerencsét hoz, de utalhat asztrológiára is. Tehát egy spirituális terület, és a nyilvánosság jelenti ezt a sikert. Nem csak az elismerést, ami erőt ad, hiszen ott van ez a nagy medve, hanem pénzt is hoz a házhoz, hiszen a park mellett ott vannak a halak, és az utal pénzügyi dolgokra. Itt siker van, tehát nyeremény. A halak jelentik a belső értékeket is, és ott mellette ez a kereszt utal ilyen kármikus dolgokra, vagy vallási témákra, spirituális területre. Ez a levél lehet egy jó hír, ami szerencsét hoz. Persze, lehet lottó nyeremény is. Én a kártyavetésnél, ha így van a kombináció, hogy ott van mellette a csillagkép, tehát az asztrológia, akkor én ezt a levelet a kártyavetéssel szoktam összehozni, mert olyan a formája, mint a kártyáknak. És itt ezen a területen van siker, ha te ezt el szeretnéd élni. Megvan hozzá a remény,
Erre utal ez a hajó, mert szimbolizálja a reményt. De jelent egy ilyen belső utat is, akkor arra utal, hogy itt van egy ilyen ikerlánk szerelem, vagy kármikus témák. Persze, ez a hajó jelenthet külföldi utazásokat, kapcsolatokat is. És visszatérve most erre a kígyóra. Itt megvan ez a hamisság. Ez lehet egy hölgy a háttérben nálad, és nála is, így vigyázni kell, kicsit óvatosnak lenni. Ez lehet a munkahelyen, hiszen ott van ez a horgony, ami a munkára utal, de látható a kasza. Az azt jelenti, hogy ez a hamisság véget ér, mert a kasza elvágja. Vagy lesznek itt ilyen munkahelyi változások, főleg ami őt illeti, hiszen ő tekint ebbe az irányba, és szeretne valamit változtatni a munkahelyén. Vagy előfordulhat az is, hogy elbocsájtották, és keres egy új munkahelyet. A kígyónak van egy más jelentése is, utal a megújulásokra, a változásokra, egy transformációra, és megvan ennél a kígyónál a gyógyító erő is. A kígyó fölött ott van ez az ostor. Ezek fájdalmas emlékek, de látható a söprő is, ezt ki kell söpörni és elfelejteni ezeket a dolgokat. Aztán ott van a fa, aminek gyógyító hatása van. Tehát megvan ez a gyógyító erő július hónapban. Amit még ez a fa jelent, egy bizonyos hely, ahol úgy érzed, igen, itt ideérkeztem, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a párkapcsolat, lehet a hivatásod, vagy egy bizonyos hely, és kivált egy költözködést. A fa mellett ott van ez a lovas férfi, az utalhat egy férfire is, de szimbolizálja a mozgást. De ha megnézzük a kártyákat, itt megvannak a korlátozások, hiszen bal oldalon ott van a torony, jobb oldalon pedig ez a hegy. Nem mennek előre az események. Mi, hölgyek, eltekintünk e felől, tehát nem a korlátozásokra figyelünk oda, hanem a lehetőségekre. És itt lesz változás. Akkor is, ha július hónapban nem úgy mennek az események, ahogy mi tervezzük, de augusztus végén, szeptember elején lesznek változások, akkor meg lesz az eredmény. És most megtekintjük a heteket. Első hét július hónapban ott felül látható az első sorban. Itt megszépítesz valamit, vagy a külsődön, vagy az otthonodban. Lesz egy kellemes meglepetés. Valaki visszatér az életedbe, és itt tisztázódik valami a beszélgetések által. A szívügyek állnak itt a középpontban. Ha bizonytalan vagy, hogy ő hűséges-e vagy sem, akkor a kártyák arra utalnak, tekints felé, bíz benne. Ezek furcsa gondolatok. Búcsúzz el ezektől a gondolatoktól. Ahova viszont oda kellene figyelned, ez a baráti kör, mert ott vannak hamisságok, de ezek a kapcsolatok befejeződnek. Második hét július hónapban ott látható a kártyákon a második sorban. Te, mint hölgy állsz itt a középpontban. Lesznek változások. Az élet utadon elérkeztél ehhez a kereszteződéshez, ahol felteszed a kérdést, hogyan tovább. Vannak még nehézségek, korlátozások, de te más irányba tekintesz. Ez lehet, hogy összefügg ezzel a korona krízissel, de átteszed magadat a félelmeken, és tervezel valami újat. Ez a kislány, tehát a gyermekek is szerepet játszanak, az lehet, hogy a tanulásnál, az iskolában voltak ilyen hamisságok, és téged ez egy kicsit foglalkoztat. De minden olyan bizonytalan ezen a területen. A könyv arra utalhat, hogy itt vannak még ilyen titkok, tehát nem nyíltan beszélnek a tanárok ezekről a problémákról. Amit viszont ez a kislány és ez a könyv még jelenthet,
Ez egy új kezdet, vagy újdonságok, vagy tanulás. Indítasz valami újat. A harmadik hét a harmadik sorban látható. Itt az otthonod, a rokonság, a család áll a középpontban. A nap arra utal, hogy itt kivilágosodik valami. Az is lehet, hogy tisztítod az otthonodat, szépítgeted. De ha arról van szó, hogy a múltban voltak fájdalmas emlékek, hiszen az ostor is megjelenik itt, akkor itt rendeződik, tisztázódik valami, és ezzel szerencséd lesz, hiszen ott van ez a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Ebben az időszakban, tehát a harmadik héten fontos, hogy kezedbe vedd ezt a kulcsot. Légy magabiztos. És ez ad neked most erőt, hiszen megjelenik ez a nagy medve is a képen. Ezzel a kulccsal lezársz valamit, vagy kinyitsz valamit. Itt fontos döntéseket fogsz hozni. Légy okos. Ami segít neked, ez egy spirituális terület, a csillagképek, asztrológia, vagy a kártyakivetés, és neked itt megvan a tehetséged, és a bölcsességed is. Amit még a csillagképek jelentenek, ez szerencsét hoz. Tehát ezen a héten kétszer megjelenik itt a szerencse, egyrészt a csillagoknál, másrészt pedig a négy levelű lóherénél. Ez lehet egy nyeremény, hiszen a levél alatt ott vannak a halak, ami pénzügyi dolgokra utal, vagy lesz egy szerencsés utazás, jó kapcsolatok külföldön, ezt jelenti ez a hajó. Az utolsó hét, július hónapban, az megjelenik az utolsó sorban. A te lelki társad áll itt a középpontban, megvan köztetek a kapcsolat, rendeződik valami, jól alakulnak a dolgok, de ő tekint egy más irányba is, ahol neki problémái vannak, mégpedig két nővel. Az lehet az anyukája, vagy egy kolléganő. Ez még mindig olyan átláthatatlan, és ő elgondolkozik azon, hogy tudna javítani a helyzeten. Később lesz itt változás, munkahelyi változás, vagy rendezi az anyagiakat. Az utolsó képeken látható ez a kereszt, az kihat a sors utatokra, ott vannak a halak is, az utal belső értékekre, és ez a park a nyilvánosságra. Élvezni tudod ezt a szerelmi kapcsolatot a nyilvánosságon, vagy éled a hivatásodat, itt meg lesz az elismerés. És ez volt a július havi elemzés. Egy ilyen havi jóslást kérhetsz tőlem álnéven, a díjam 3500 forint. Tedd fel a kérdést, mi várható rám július hónapban. És én kívánok neked szép napokat, szeretettel, Dendera!